Ez a Szombat reggel, a Kossuth Rádió információs magazinja. A Vak és gyengénlátók múltévi irodalmi pályázatának külön díjas alkotásából készítettek háromrészes hangjáték sorozatot a Békés Csabai Jókai Színház művészei. A szerző egy 17 éves, csak fényeket és homályos foltokat érzékelő, vagyis alig látó középiskolás lány azért írta meg az Árvalányból hercegnő című meséjét, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy még mindig sokan vannak, akik nem fogadják el a nem látó embereket. Mikor meghirdették ezt a pályázatot, akkor elgondolkodtam, hogy hát elküldhetném a két legjobban sikerült novellámat. Lehet, hogy nem kéne, mert nemrég kezdtem el ezt a novellaírást. Aztán sokan bíztattak, főleg a szüleim, többen is így a barátaim, hogy hát küldjem be, mert nincs vele veszíteni való. Lesz, ami lesz. Nagyon meglepődtem, mikor megtudtam, hogy külön díjat nyertem. A novella főszereplője a 17 éves Olivia, aki csecsemőkorában elveszítette szüleit. Árvaként nőtt föl, de kiderült róla, hogy egy hercegi családból származik, és egy kastélyt is örökölt. Beleszeretett egy hercegbe, aki feleségül vette. Feltűnt az életükben egy gonosz szándékú kereskedő, hogy elvegye tőlük a kastélyt, de a végén minden jóra fordult. Mert Olivia szeretettel változtatja meg ezt a kereskedőt. Majoros Eszter, aki most végez a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium drámatagozatán, azt mondja, írásának nagyon fontos üzenete van. A szeretettel lehet valakit megváltoztatni. Hát ez az Olivia is nagyon kedves volt a kereskedőhöz, aki rettentően gonosz ember, mert nincs családja. Édesanyja halála után vált kőszívű emberré. Meg is kérdezte tőle, hogy van magának igazi családja. Azt felelte, hogy valahol még él az apám és az öcsém. A történet végén pedig ez a kereskedő valóban felkeresi az apját és az öcsét, és rájön, hogy nem a vagyon teszi őt boldoggá, meg a nagy kastélyok, hanem a családja. Ezzel az üzenettel Majoros Eszter, egy alig látó 17 éves középiskolás, a tanulás, illetve az egyéb munka, a kikapcsolódás során találkozik, és ha igen, akkor mi módon? Velem már történtek ilyenek az életem során. Ilyen volt már akár iskolában, vagy bárhol máshol. Nem úgy bántak velem, ahogy kellett volna. Sokkal szigorúbbak voltak, nem voltak megértők. Valaki nem úgy bánt velem, ahogy kellett volna, nem volt elfogadó, pont a látás problémám miatt. Aztán én mindig kedvesen rámosolyogtam az illetőre, mindig nagyon kedves voltam vele, és így ez az ember ez megváltozott jó értelemben. Sokkal kedvesebb volt velem, másképpen viszonyult hozzám. A novella annyira megtetszett a Békés Csabai Jókai Színház művészeinek, hogy abból háromrészes hangjátékot készítettek. Majoros Eszter, Árvalányból hercegnő. Első rész. A 18. században London a gazdag családokról, hercegekről és grófokról volt híres. Hatalmas kastélyokat és birtokokat tartottak fenn, mint például az Elton család. Maga történet az egy szép mese. A rendező Tarsoly Krisztina színművész elmondta, hogy a társulat már hosszabb ideje segíti a fogyatékkal élőket a megyében. A vers és novellaíró pályázatokat is közösen hirdetik meg minden évben a Vakok és gyengénlátók helyi egyesületével. Innen az ismeretség Eszterrel is. Találkoztunk egy olyan fiatal 17 éves lányjal, aki elkezdett történeteket írni, verseket, novellákat, és ez egyértelmű, hogy felkelti az érdeklődését az embernek, hogy 17 éves korban milyen történeteket tud megosztani egy fiatal lány. És az ismerettség pluszba az idáig jutotta a dolgot, hogy amikor elkészültek ezek a pályaművek, akkor utána azt gondoltuk, hogy ez meglepetésképpen nagyon szép ajándék lehet, hogy ebből a novella sorozatból készítünk egy hangjátékot. A Fehérbot napon jelentették be, hogy annyira tetszett nekik ez a novella sorozat, hogy felajánlották Eszternek, hogy ebből csinálnak egy ilyen rádiójátékot. És hát meg is csinálták. A Vakok és Gyengénlátók Békés megye egyesületének a YouTube csatornáján már fönt van, illetve a Jókai Színháznak a honlapján is az első három részt. Közölte Ádász István, az egyesület elnöke. Fantasztikusan jól sikerült. Többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Mert ezek a hangeffektek, ahogy a színészek előadják, a harmadik rész a legizgalmasabb.
amikor 1000-szer meghallgattam, már így laptopon felolvasta nekem a képernyő felolvasó program, kívülről tudom a saját novellámat, de mégis, amikor ezt a rádiójátékot hallgattam, úgy előadták olyan izgalmasan, fordulatosan, hogy a gyomrom is összeszűkült, így közben hallgattam. Rengeteg visszajelzést kapott, és nagyon fontos, hogy elérhető lett rengeteg ember számára, és az interneten bárki meghallgathatja, és ez szerintem az Eszter életében egy elég nagy mérföldkő. Mi szerettünk volna egy olyan örömet és egy olyan dolgot okozni neki, egy meglepetést, ami igen jelentős az ő életébe, és bízunk benne, hogy akár még olyan következményei is lehetnek, ami az ő útját segítik, mondjuk akár a továbbtanulásába, vagy mondjuk, hogy írói munkát komolyabban gondolja talán abban, de hogyha csak az sikerült, hogy nagyon nagy boldogságot tud maga mögött azzal, hogy a munkája sokkal több emberhez elért, és nem csak írott formában, hanem hallható formában is, akkor ez már egy nagy boldogság nekünk is. Lesz-e folytatás? Van-e még valami a szerző tarsolyában, amit gondolom most még nem osztunk meg a rádióhallgatókkal? Vagy igen? Igen, megoszthatjuk ugyanis. Ebből a novella sorozatból 4., 5., 6. rész is készült, és ezt már beküldtem a Jókai Színháznak. Azt mondták, hogy ebből is csinálnak majd rádiójátékot. Majoros Eszter az érettségi után felsőfokú tanulmányokat szeretne folytatni, és persze írni tovább. Azért, hogy ezzel is enyhítse a látók és nem látók közt néha még meglévő feszültséget. Ne lesajnálják, hanem elfogadják és megértsék őket. That's what you are. Unforgettable. Though